Ismét jótékonysági koncertet szerveztek az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet javára. 2016. június 5-én a Hévész-Györki Szent József plébánia templomban került sor jótékonysági rendezvényre, mely a helyi önkormányzat kezdeményezésére valósulhatott meg. A koncert, amelyet a Hévész-Györki Asszony Kórus indított el most a mai napon, arról szól, hogy szeretnénk, ha saját magunk, szeretteink, a környezetünkben élők egészsége egyre biztosabb kezekben legyen, egyre inkább sikerüljön megvalósulni az, hogy meggyógyulunk, bármilyen nehézségek vannak is. Hiszen az orvostudomány sok mindent elért már a mai időkre, és sok mindent szeretne elérni ezután is, de ahhoz, hogy elérhesse egyre jobban, egyre színvonalasabban az eredményeket, szükséges, hogy valami anyagi támogatás is legyen, és hogy jobb színvonal legyen, ezért indult el ez a koncert sorozat, amely a környéken szinte már mindenhol megvalósult. Most eljutott ide hozzánk is, és reméljük, hogy a segítség, amelyet adni tudunk, az sokat jelent majd az Aszódi Rendelő Intézetnek. Reméljük, hogy mindaz, amit tenni tudunk érte, és meg is teszünk, az erősít mindannyiunkat, és színvonalasabb ellátást jelent majd a Rendelő Intézetben. Az önkormányzat fordult az alapítványhoz, hogy szeretné segíteni az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézetnek a működését azzal, hogy ők egy kis pénzbeli támogatást próbálnak meg ehhez nyújtani. Albert Schweitzer szavaival köszöntötte a jótékonysági koncerten megjelent vendégeket Bazan Tibor, Hévízgyörg község polgármestere. Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is, valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Június 4-e az összetartozás napja. Június 5-e is az összetartozás napja. Néhány éve összetartozik az Aszódi Szakrendelő, a 60-i Albert Schweitzer Kórház és a Rendelőintézet ellátási területének a lakosai, így a Hévízgyörki lakosok is. Nehezen indult, erről talán főigazgató asszony többet, bővebben tudna mondani. Ahogy mondani szokták, minden kezdet nehéz. De a 60-i Albert Schweitzer Kórház dr. Stankovics Éva főigazgató vezetésével, mintha ismerte volna és megfogadta volna a mai evangélikus Isten tisztelet egyik énekének részletét, a rögös út ne legyen gát. Azt lehet látni, kinek személyesen, kinek a televízió képernyőiről, hogy a kórház vezetése szívügyének tekinti az Aszódi Rendelőintézet fenntartását, működtetését.
2015 nyarán három hasonló jótékonysági koncert során Kartalon, Ikladon és Turán a felajánlásokból és az önkormányzatok kiegészítésével összesen mintegy 970 ezer forint gyűlt össze a szakrendelő fejlesztésére. Dr. Stankovics Éva, a rendelőintézetet üzemeltető Hatvani Albert Schweitzer kórház főigazgatója kiemelte, a Hévíz-Györkihez hasonló példás összefogások nagyon nagy segítséget jelentenek a rendelőintézet életében. Nem ez az első állomása ennek a jótékonysági koncert sorozatnak. Én azt gondolom, hogy egy remek példa, egy követendő példa ez itt a térségben, hiszen az egészségügynek minden forrásra, minden támogatásra szüksége van. Én azt gondolom, hogy az Aszódi Szakrendelőintézet, amióta hozzánk tartozik, azt a bizalmat mindenképpen, hogy hozzánk tartoznak, hozzánk akartak tartozni, köszönjük szépen, de látszik a fejlődés, elindult egy olyan fejlődés útján, ami az elmúlt három évben azt gondolom, hogy páratlan volt itt a térségben, és igen, jól hallott a polgármester úr, én már a terveket is láttam, a szakrendelő intézet meg fog újulni kívül mindenképpen, de egy kicsit belül is. Én azt remélem, hogy jövő ilyenkorra már egy megújult, egy modern, korszerű, energetikailag felújított intézményben vehetik itt a környék, a térség lakosai igénybe az egészségügyi ellátást. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az ilyen alkalmak, az ilyen lehetőségek, amikor egy-egy település lakosai, az egyház, a polgármesteri hivatal, egy alapítvány összefog, ez mindenképpen nélkülözhetetlen lesz a jövőben is, hiszen olyan apró dolgokat, nem is olyan apró, de nagyon fontos dolgokat, ami az egészségügyi szolgáltatás színvonalát növeli, ilyen támogatásokból tudunk megvásárolni. A jótékonysági koncerten Mackó Mária, Emerton és Magyar Örökség díjas énekművész előadásában egyházi népénekeket hallhattak a jelenlévők. Add meg a mi kenyerünket, táplált testünket, s lelkünket, megszabadíts a gonosztól, ments meg őrök kárhozattól. Adj erőt a kísértetben, ne hagyj elveszni vétekben. Dr. Bodó Zsolt főorvos, az intézmény támogató Legyen az Ön Szívügye is alapítvány alapítója, évek óta egyengeti fáradhatatlanul az aszódi szakrendelő útját. Az eltelt 53 év hozott a rendelőnek jót is, kevésbé jót is, sokszor nehéz volt, máskor valamivel könnyebb volt az életünk. A finanszírozás útvesztőiből sokszor nehezen jöttünk ki. Így történt, hogy létrehoztunk egy alapítványt azzal a szándékkal, hogy segítjük a rendelőintézetet a Galga völgye lakosainak a támogatásával. Az alapítvány 5 éve működik, és hála önöknek, ennek a támogatásnak köszönhetően milliós nagyságrendű beszerzéssel várótermi ülőbútorok, szalagfűkönyök,
modern EKG készülékek, kéziműszerek vásárlásával, mozgáskorlátozott WC kialakításával, rendelőhelyiségek felújításának segítésével támogathattuk a rendelő mindenkori működtetőjét. Mackó Mária mellett a jótékonysági rendezvényen a nemrégiben Csokonai Vitéz Mihály közösségi díjjal kitüntetett Hévíz Györki Asszonykórus Népművészeti Egyesület népdalokat adott elő. €168 000 támogatást gyűlt össze, amit a Hévíz Györki önkormányzat kiegészített €300 000 forintra. A Legyen az Ön Szívügye is alapítvány milyen célokra szeretné fordítani ezt az összeget? Az alapítvány mindig olyan célkitűzéseket próbál megvalósítani, amit a működtetőnek nincsen lehetősége, mert vagy nem tud pályázat útján hozzájutni a különböző forrásokhoz. Így most jelen pillanatban 5 helységnek a klimatizálását szeretnénk megoldani. Többek között a legfontosabbak talán a sebészet, az ultrahang és a gyógytornának a klimatizálása, hiszen ott nagyon fontos az, hogy megfelelő hőmérséklet legyen a gépeknek, illetve a betegeknek is. Jelen pillanatban több vállalkozót próbáltunk megkeresni árajánlatügyben, és várjuk a visszajelzéseket, hogy ki mennyiért és hogyan tudná megvalósítani, vagy hogyan tudna segíteni ennek a célnak a megvalósítását. Eddig 2 árajánlatot kaptunk, sajnos még egyiket sem tudja az alapítvány egymás, tehát magának megengedni, tehát nem áll rendelkezésünkre akkora pénzösszeg, hogy ezt a beruházást mi még megvalósíthatjuk, úgyhogy most egyelőre törjük a fejünket, hogy hogyan és milyen úton, módon tudjuk mégis majd megvalósítani, hát remélhetőleg az év folyamán, illetve minél előbb kellene a nagy melegbe érkezése előtt tulajdonképpen.